Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A kormány 2022. július 21-én különleges földgázkészlet létrehozásáról döntött, melynek keretében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség az MVM-en keresztül hitelből tavaly októberig 739 millió köbméter földgázt vásárolta Gazpromtól. Az ügylethez a kormány 2 milliárd euró, mintegy 800 milliárd forint készfizető kezességet vállalt, ami köbméterenként 1141 forintos árat jelentett. Ilyen magas ár azonban az európai gázpiacon és az orosz importgáz esetében még a tavalyi energiaválság idején sem fordult elő. Németh Szilárd rezsibiztos a rezsicsökkentés korlátozását ugyanezen a napon jelentette be. 1729 köbméter éves fogyasztás felett köbméterenként 767 forint lakossági piaci árat kell fizetni, miközben a KSH adatai alapján idén augusztusban köbméterenként 128 forintért érkezett az orosz gáz. Mivel jogszabályi kötelezettség alapján a különleges földgázkészlet beszerzési ár alatt nem értékesíthető, a kormány március végén úgy döntött, hogy nem nyúl hozzá, különben nagyságrendileg 700-800 milliárd forintos pénzügyi veszteséget kellene realizálnia, cserébe inkább tovább kell fizetni az ügylet mögötti bankhitelek kamatát. A különleges földgázkészletre a kormány idén tavasszal további 31 milliárd forintot adott, az MSKS pedig megemelte az energiacégek tagi hozzájárulását, amit végső soron a fogyasztókra fognak terhelni, illetve terhelnek is a mai napig. Miniszterelnök úr tavaly februárban azt nyilatkozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel majdnem eljutottak a megállapodásig plusz 1 milliárd köbméter gáz beszerzéséről. Kérem tisztelt államtitkár asszony válaszát azzal kapcsolatban, hogy miért vártak a beszerzéssel a betárolási időszakig, amikor köztudottan magasak az árak, a vételárat mi alapján állapították meg. És végül a lakossági piaci árat a különleges földgázkészlet miatt nem csökkentik? Várom szíves válaszát, tisztelt államtitkár asszony. Köszönöm szépen. Kohn Zsófia miniszterhelyettes államtitkár asszony adja meg, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Szeretném azzal kezdeni, hogy a tavalyi évben még az sem volt biztos, hogy minden európai országban lesz elegendő gáz. A magyar kormány számára 2013 óta rendkívül fontos a rezsicsökkentés intézményének a fenntartása. Tettük ezt akkor is, amikor Covid volt, vagy amikor háborús energiaválság alakult ki, vagy a gazdasági nehézségek ellenére is ezt fenntartottuk. Nyilván azt lehet látni, hogy az idei évben is azért az Európai Bizottság tesz olyan nyilatkozatot, amit idéznék, ez az őszi gazdasági előrejelzésében szerepel, hogy az Európai Unióban fennáll az energiaellátási zavarok kockázata, amelyek jelentős hatással lehetnek az energiaárakra, a globális termelésre és az árak általános szintjére egyaránt. Azt is ki kell emelni, hogy a jelenlegi világpiaci helyzetben hatalmas előny az, hogy gyakorlatilag úgy tudtunk nekiindulni az október 15-én kezdődő fűtési szezonnak, hogy 98%-os volt a földgáztárolóinknak a töltöttsége, amit egyébként annak idején külföldi kézből visszavásároltunk. Azt gondolom, ez egy hatalmas dolog, és 6,5 milliárd köbméter földgázzal tudtunk nekiindulni ennek a fűtési időszaknak, ami azt jelenti, hogy egy nagyon kemény tél esetében is biztosítva van a magyar családok részére az elegendő gáz, sőt, az egész éves gázigény mintegy kétharmadát fedezi csak a tárolóinkban tartalmazó gáz. Azért olyan folyamatok és helyzetek is ki tudnak alakulni, csak gondoljunk arra, hogy mondjuk Bulgária bejelentette, hogy tranzitdíjat szeretne emelni, amit mi abszolút elfogadhatatlanak tartunk, hiszen a hosszú távú szerződésünkből a 4,5 milliárd köbméter most azon az útvonalon érkezik hazánkba, amely azt jelenti a magyar kormány számára, hogy nekünk mindenképpen az a feladatunk, hogy megfelelő mennyiségű földgázt tudjunk eltárolni, és minden egyes esetre felkészüljünk akkor, hogyha a magyar emberekről van szó, és éppen ezért gondolom azt, hogy a földgáztárolóink feltöltöttsége az egy kiemelten fontos biztonsági garancia jelenleg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.